Híradó délben, jó napot kívánok! A Szentendrei sziget több települését is megtépázta az éjszakai vihar. A Surányhoz tartozó Pócsmegyeren nincs áram és víz. A víz átfolyások miatt több út járhatatlan, emiatt egyelőre sem a vízművek szakemberei, sem a tűzoltók nem tudják felszámolni a károkat. Tahitót falut pedig elöntötte a szennyvíz, miután a hegyről lezúduló iszapos törmelék eltömítette a csatornákat. A tűzoltókat az átlagosnál többször riasztották múlt éjjel Vác, Gödöllő és Szentendre térségében. Több helyen a termést verte el a jégeső. Sződligeten és Gödön dió nagyságú jégdarabok estek, több mint 50 pince került víz alá. Minden előzmény nélkül érkezett a vihar este 7 körül Sződligetre. Dió nagyságú jégdarabok estek 3/4 órán át, a helyiek attól féltek, betörnek a háztetők és az ablakok. Az autók tetején és a kertekben még órákkal később is jég volt, a termés teljesen tönkrement. 2 méter nincs, de olyan 160-170-es víz van benne. Több mint 50 pince és garázs került víz alá, sok helyen az ott tárolt gépek, szerszámok is tönkrementek. A kertekben térdig ért a víz. Azért látszik, hogy idáig turig voltam. Mondjuk ez most már szivattyúk mennek, úgyhogy szomszédnak adok egy kis vizet most, mert ő még bírja nyelni. A tűzoltók hajnali 5-ig szivattyúztak a községben. A kárfelmérés még tart, a polgármester szerint a károsultak többségének van biztosítása. Szabolcs megyében a viharos erejű szél okozott károkat. Újfehértó és Nagykálló között az utakra dőlt fák akadályozták a közlekedést, az elszakadt villanyvezetékek miatt pedig több településen áramszünet is volt. A kislétai gyilkosság nyomozásának adatait is megkapják azok az FBI nyomozók, akik a korábbi romák ellen elkövetett támadások felderítésében próbáltak segíteni a magyar rendőröknek az elmúlt hónapokban. A Népszabadság úgy tudja, hogy a profilalkotók nemrég hazautaztak, de a rendőrség napokon belül elküldi nekik a kislétai gyilkosság adatait. A kormányfő ezekben a percekben találkozik a rendészeti miniszterrel és a rendőri vezetőkkel, az országos rendőrfőkapitány pedig délután egyeztet roma vezetőkkel. A kormányfőtől Sólyom László is tájékoztatást kért, az államfővel napokon belül találkozik Bajnai Gordon. A hétfői támadásban életveszélyesen megsérült 13 éves lányt délelőtt ismét megműtötték, az állapota továbbra is stabil, az orvosok szerint 4-6 hétig kell kórházban maradnia, ha nem lesznek szövődmények. Lélegeztetőgépen van és mesterségesen altatják, miközben rendőrök őrzik. Eredménytelen az a közbeszerzési eljárás, amellyel a kormány újabb készleteket vett volna vírusölőszerekből az új típusú influenza járvány megelőzésére, és a védőoltás finanszírozásáról is tovább tárgyalnak. Amíg nincs védőoltás az új influenza vírusa ellen, addig csak a vírusszaporodást gátló gyógyszerrel lehet védekezni. Az egyetlen szóba jöhető készítmény gyártójával azonban nincs egyesség. A Népszabadság úgy tudja, hogy a kabinet a H1N1 elleni oltóanyagot gyártó céggel sem tudott még megállapodni. Az állam csak a vakcina szállítása után fizetne, mert az idei költségvetés nem tartalmazza a csaknem 4 milliárd forintos tételt. Az Omnivest viszont ragaszkodik ahhoz, hogy legkésőbb a szállítás után 2 hónappal fizessék ki a 4 millió oltóanyagárát. Súlyos állapotban kórházban ápolják Bújtor Istvánt, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját értesült a távirati iroda. A 67 éves színi direktor állapotáról egyelőre senki nem nyilatkozik. Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke is csak annyit közölt, hogy a család várhatóan ma ad közleményt a művész egészségi állapotáról. Bombariadó miatt 1,5 órára lezárták a déli pályaudvar várótermét. Ezzel egy időben az APEC Haller utcai épületét is ki kellett üríteni. A déliben nem sokkal ezelőtt újraindult a forgalom, miután a tűzszerészek átvizsgálták a pályaudvart és nem találtak robbanó szerkezetet. Az APEC Haller utcai épületét is kiürítették egy másik fenyegetés miatt. Onnan több száz dolgozónak kellett távoznia, az épület átvizsgálása még tart. A rendőrség 2 férfit keres a bombariadók miatt. Megkegyelmezett a 2 elítélt amerikai újságírónőnek Kim Jong-il, az észak-koreai vezető azután döntött így, hogy találkozott Bill Clinton volt amerikai elnökkel. Az újságírókat korábban 12 év kényszermunkára ítélték, egyebek mellett illegális határátlépésért. Amerikai források szerint az észak-koreai kormány nem kötötte feltételekhez a riporterek elengedését.
Elégedetten távozhatott Észak-Koreából Bill Clinton. A volt amerikai elnök mögött ugyanis ott lépkedett az a két amerikai újságíró, akiket 4 hónappal ezelőtt vettek őrizetbe az észak-koreai hatóságok. Az amerikai-koreai Euna Lee és a kínai-amerikai Laura Ling Clintonnal együtt Los Angelesbe repült. Otthonában a kaliforniai Carmichaelben Laura Ling családja hónapok óta várta, hogy az újságírónő hazatérjen. Annyira jó, hogy hazajön. Köszönjük mindenkinek, aki imádkozott értünk és drukkolt nekünk, és főleg annak, aki kijárta, hogy szabadulhasson, mondta Laura unokatestvére. Az ENSZ szerint ez a gesztus Észak-Korea részéről pozitív folyamatok kezdete lehet. Örömünkre szolgál, hogy Mr. Clinton próbálkozását siker koronázta. Az együttműködés hiánya, az egyre mélyülő szakadék Észak-Korea és a nemzetközi közösség között egy régóta fennálló, nagyon komoly probléma. Talán a mostani történésekkel elindul egy folyamat, de korai erről bármit is mondani, mondta a világszervezet brit nagykövete. Bill Clinton tegnap váratlanul érkezett Pjöngjangba, majd tárgyalt Kim Jong-il-lel. A kommunista állam vezetője nem sokkal később kegyelmet adott a két riporternőnek, akiket márciusban vettek őrizetbe, majd júniusban 12 év kényszermunkára ítéltek. A vád szerint illegálisan érkeztek az országba, ahol úgymond ellenséges tevékenységet folytattak. Letette a hivatali esküt az újraválasztott iráni elnök Mahmoud Ahmadinejad. Először a Koránból olvasott részleteket, majd ünnepélyesen felesküdött, hogy megóvja a perzsa állam alkotmányát és határait. Több ellenzéki és mérsékelt képviselő nem vett részt a szertartáson. Ahmadinejadot június közepén választották újabb 4 évre államfővé. A voksolást követő hetekben az ellenzék hatalmas tömegtüntetéseket szervezett Teheránban. A tiltakozások összecsapásokká fajultak, amelyekben legalább 30 tüntető meghalt. Könnygázzal oszlatott fel egy tüntetést a haiti rendőrség. A tiltakozók a parlament épülete előtt gyülekeztek, és a minimálbér emelését követelték. Többszöri felszólításra sem voltak hajlandók távozni, a rohamrendőrök ekkor léptek közbe. A tüntetők legalább 2000-en lehettek. Mint mondták, napi $2 képtelenek eltartani a családjukat. Haiti csak nem 9 millió lakosából csupán 250 ezernek van rendes állása, a többiek feketén, de legalábbis alkalmi munkából élnek, messze a minimálbér alatt. Kommandósok foglaltak vissza egy autógyárat Dél-Koreában, miután több száz munkás elfoglalta a telep helyet. A munkásokat 2 hónapja bocsátották el, és azóta tartják ellenőrzésük alatt a gyárat. Több fronton harcoltak egymás ellen a munkások és a rendőrök, az udvaron és a gyár tetején is. Az elkeseredett dolgozók kövekkel és alkatrészekkel dobálták a rohamosztagot, amikor az elindult feléjük. A kommandósok az udvaron álló sátrakat gyorsan lerombolták, de a falon csak nagy nehezen tudtak feljutni. Ám amikor felértek, kíméletlenül szétcsaptak a több száz tiltakozó között. Ekkor már egy vízágyút is bevetettek, amely egy a gyár fölé lógatott konténerből locsolta a tömeget. A dél-koreai autógyár 2 hónapja bocsátotta el a tüntető dolgozókat, akik azóta ellenőrzésük alatt tartják a telepet. A cég csődvédelmet kért, és további több mint 2600 embert akar elküldeni. Lovak tévedtek az autópályára Izraelben. Turisták egy autóból vették fel mobiltelefonnal, amint 3 ló végig galopozik egy úton, majd egyikük szó szerint átmegy egy szembejövő autón. A ló patája betörte a szélvédőt, de tovább tudott futni. A sofőr ugyanis, amikor észrevette a közeledő állatokat, automatikusan lassított, ami csökkentette az ütközés erejét. Az autó vezetője és a ló is könnyebben sérült meg. Végül az időjárásról. Estig több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések lehetnek. Délután 22-28, késő este pedig 17-24 fok valószínű. Sporthírekkel folytatjuk, híradóval legközelebb 17:30-kor jelentkezünk. Itt az M1-en Siklós András várja majd önöket. További szép napot kívánok, viszontlátásra!